A Lárvika Fradi mai ellenfele, jó szurkolást és jó szórakozást kívánok! Tisztelettel köszöntjük a Sporttelevízió nézőit, perceken belül kezdődik tehát a Larvik FTC Real Cargo Hungária mérkőzés a női kézilabda bajnokok ligájában. És hogyha a két csapat legutóbbi budapesti mérkőzésére gondolunk, akkor igen-igen kellemes érzéseink és emlékeink lehetnek, mert nagyszerűen játszott a Ferencváros azon a mérkőzésen. Remekül kezdett Elek Gábor csapata, a félidőben ugye 5 góllal vezetett, és aztán volt olyan szakasza is a mérkőzésnek, nem is egyszer, amikor 8 gól volt az előny. Aztán a végén a norvégok tudtak ezen szűkíteni, de a győzelem tulajdonképpen egy pillanatig nem forgott veszélyben. És ami a mai mérkőzést, illetve ugye rengeteg variáció van még azzal kapcsolatban, hogy milyen esetben juthat tovább másodikként, harmadikként, vagy akár negyedikként is a Ferencváros, ezt az utóbbit ezt ne is nagyon bolygassuk, mert ez az kellene, hogy a hátralévő mind a két mérkőzését tulajdonképpen sikertelenül zárja a Fradi. Ami viszont tény, és jelentősen befolyásolhatja a mai mérkőzés alakulását, hogy nincs a Larvik csapatában Kurtovics, és nincs Tea Mörk sem sérülés miatt. És ugye vannak olyan játékosok, akik hosszú ideje hiányoznak, Rigelud Korán, aki anyai örömök miatt nincs, és nincs az együttesben Alina Bojtás sem, aki még tavaly tavasszal szenvedett keresztszalag szakadást. Szóval ezek után azért mit várhatunk? Hát mindenképpen befolyásolja gondolom a Larvik játékát is, hogy a két kezdő szélsője erre nem számolhat, ami nekünk azért jó, úgymond jó, mert azért két meghatározó emberről van szó, akik képesek voltak nagyon jó, magas szinten teljesíteni a csapatukba. Én azt hiszem, hogy nem lesz könnyű mérkőzés a mai, de egy kulcskérdés lesz szerintem a mai találkozón is, hogy Nóra Mörköt mennyire tudja majd Szucsánszki Zita levédekezni. Ugye ez a hazai mérkőzésen nagyon szépen sikerült, és talán egy akciógólja volt Nóra Mörknek, és csak hetesből volt eredményes, amit őt is nagyon bosszantotta, és remélem, hogy ma is fel tudjuk bosszantani, és tényleg idegeskedni fog ezen, hogy nem nagyon tud mit csinálni támadásban, mert hogy annyira jól védekezik majd Szucsánszki Zita előtte. Azt hiszem, hogy ez kulcskérdés lesz, nagyon fontos lesz, hogy a csapat hogy kezdi el a mai mérkőzést, és a védekezés mennyire tud az első pillanattól kezdve éles lenni. Ugye nagyon fontos lenne, hogyha szét tudnánk a Larviknak a játékát kicsi faltokkal tördelni, mert azt azért ők nem nagyon szeretik, hogyha le vannak folyamatosan faltolva, és hát remélem, hogy a kapuban is egy magas szintet tud hozni majd, akármelyik kapusunk, aki éppen a kapuban lesz. Én nagyon bízom benne, hogy tényleg a csapat fel tud nőni a feladathoz. Én azt gondolom, ha már arra vagy azt nézzük, hogy melyik meccs, ami pozitívabb élmény volt, akkor mindenképpen a Larvik, mert hogy Nagybányán ugye nagyon rosszul szerepeltünk, azért az nagy kérdés lesz, hogy a Nagybánya feljövőben van mit tud majd a csapat teljesíteni. Meglátjuk. Szucsánszki Zitát látjuk, aki a hazai mérkőzésen 4 gólt szerzett, és nagyon sok volt a jó egyéni teljesítmény azon a találkozón. Szikora például félelmetesen jól védett, egészen káprázatos bravúrjai voltak, de nyilván dicsérni kell Penát, aki 9 gólig jutott a Larvik elleni budapesti találkozón. Ráadásul tette mindezt úgy, hogy 15 perc után 6 lövésből 6 gólja volt, és abban, hogy a Fradi úgy indult, ahogy, és hogy megvolt már az elején az előny, abban Penának óriási szerepe volt. Láthattuk a Larvik fokhíjas keretét, Torodvár Moen,
a hazaiak szakvezetője. Egyelőre a Larvik a középdöntőben csak a Thüringer tudta legyőzni. Van egy elég csúnya fekete pontjuk, például a Fleury elleni hazai 5 gólos vereség. Én azt gondolom, hogy mi azzal is kiegyeznénk, ha ma csak egyel kapnának ki. Így van. Én is így gondolom, még befejezni már a himnusz szerint a mondanomat. Úgy gondolom, hogy könnyebb Larvikban legyőzni a Larvikot, mint ide-haza majd a Nagybányát legyőzni hazai pályán. Azt hiszem, hogy ha valahol, akkor itt azért egy kicsivel, egy talán picivel könnyebb dolgunk van a mai mérkőzésen. Én nagyon bízom benne, hogy tényleg mindenki felnő a feladathoz. Ez lesz kulcskérdés. Ugye most itt éppen Penát látjuk, de nagyon fontos lesz, hogy Zácsik jó átlövéseket lőjön, ha Hornyák Dóra feljön a pályára, ő hozzá tudjon tenni. Tehát mindenkire szükség van ahhoz, hogy ez a találkozó, ez jól sikerüljön. Ott van Nora Mörk, aki a leggólerősebb Larvik játékos. 63 találattal áll a góllövő lista harmadik helyén a Bajnokok Ligájában, holtversenyben Ilinával. A játéknapot megelőzően volt ez a helyzet, mert a Rostov klasszisa azért a mai napon is berakott 9-et a mai találkozón a Fleury ellen, amit 38-21-re nyert meg a Rostov Don. Két moldáv játékvezető, Igor és Alexej Kovácsuk, ők fújják majd a sípot, és a Ferencváros kezdi a mérkőzést. Az utolsó fordulóban, ahogy Tim is említette, a Fradi majd a Nagybányát fogadja, a Larvik pedig a Fleury vendége lesz. Az már egészen biztos, hogy a Fleurynek csak akkor marad esélye a legjobb 8 közé jutásra, hogyha a Larvik nem szerez pontot itt a mai este folyamán a Ferencvárostól. És akkor jöjjön az első akció, a labda Zácsik kezében, Szucsánszki, Pena, Kovacsic, Szamoránszki a beálló, és Sacl a bal szélen. Zácsik. Pena indul, Kovacsic. Szamoránszki próbál Szucsánszkinak helyet csinálni, és az első lövés rögtön góllal is zárul. Hasanics talán hozzáért, de ennek semmiféle jelentősége nincsen. 1-0 ide. Ez egy klasszikus Szucsánszki befejezés volt, amit ő nagyon szeret. Ha a kettesbe rá tud menni a falra, akkor ott átlő általában, és annak góla vége. Úgyhogy ez szerintem jót is fog tenni neki. Most még itt egy pár jó védekezés kell majd Nora Mörkkel szembe, és akkor... Sajnos elég gyorsan jön az egyenlítés. Stange a gólszerző. Igen, hát itt annak megvan a veszélye, hogy a Szucsánszki Zita fent van a Nora Mörkön, és ha ott valaki rájön egy az egyezésre, ott azért lehet, hogy most indokolt lett volna belépni egy kicsit és besegedteni a Reának. Mészáros kapott egy sárgalapot, még Szekeressel beszélgetnek. Zácsik! Elég furán indul a kis eredményjelző, ott az elején nagyon... Gyorsan peregtek a másodpercek, és egy pillanat alatt gyakorlatilag a harmadik percben találtuk magunkat. Megkapjuk az a Hun fölirat elég érdekes, de mindegy, végül is az a lényeg, hogy ott majd több gól legyen a végén, mint a Larvik neve mellett. Így van. Nem született semmilyen ítélet. Nora Mörk. Gro Hammerseng. Hammerseng Edin. És természetesen ott van a keretben Anya Hammerseng Edin is. Sérülés miatt áll a játék. 3 mérkőzést nyert és 2-t bukott a Larvik hazai pályán. Eddig a Bajnokok Ligájában a Rostovtól 6-tal, a Fleurytől, ahogy beszéltünk róla, 5-tel kaptak ki. A Krim Ljubljanát 4-jel verték, a Nagybányát 5-tel, a Thüringert pedig 9-el. Szucsánszki próbált folyamatosan kommunikálni a játékvezetővel, de nem tudta meggyőzni. Hát nem, és itt látszik, hogy a térdével hasba rúgta. Sanna Solberg, aki tápolni kellett. 3 gólt lőtt a budapesti mérkőzésen Solberg. Nora Mörk. A jobb szélen Osnes Grassholt játszik. Gro Hammerseng. Stange. Nora Mörk.
amikor a kezét érintve kerül a labda a kapuba. 2-1 a Larviknak. Az előző fordulóban a Thüringert verte nagyon simán, 28-20-ra. A Larvik 9 gólt lőtt Nora Mörk. De hogy a szó volt róla a budapesti mérkőzésen, ugyan eljutott 7 gólig, de abból csak egy született akcióból, 6-ot pedig büntetőből szerzett, most megadják a 7-est. És kap egy sárgalapos figyelmeztetést még Frafjord. Ez volt Mörk gólja. Természetesen Szekercés érkezik. Nem hibázott büntetőt az itthoni mérkőzésen, most sem. 2-2. Igen, hát fontos lesz, hogy Luca ne is hibázzon büntetőt tényleg, hanem maga biztosan értékesítse, mert hogy, mint mondtam, mindenkire szükség van ő rá azért, hogy a heteseket belője ezen a találkozón várhatóan. Stange, Gruhamerseng. Nora Mörk indul el, Szucsánszki próbál taszítani egyet rajta, Zácsik követte el a szabálytalanságot. No, és közben látom, hogy a feliratot is javították. Igen, itt szépen lassan minden rendben lesz. Stange! Belefújnak, és jogosan. Igen, de ez fontos lesz, hogy ne nagyon nyíljunk meg, azért ott középen nem segítsünk be. Azt látom, hogy azért nagyon mindenki a saját emberére koncentrál. Igen. Nora Mörk használta ki. Azért, ha Nora Mörk elindul befele, akkor oda azért be kellene segíteni mindenképpen a hármas védők közül valakinek. Most még nagyon azt érzem, hogy őrizzük a beállót, őrizzük a saját embereinket. Nem biztos, hogy célra vezető ez a fajta védekezés. Itt van Elek Gábor, aki azért próbálta levenni a terhet a játékosairól. A hétközben a Siófokkal játszott és nyert bajnok itt a Ferencváros 29-25-re. A kapufáról jön ki Zácsik bombája, de azt még össze lehet szedni, sőt a játékvezetők is nekünk ítélik a labdát. Szucsánszki. Nagyon jó lövés volt az Ácsik Szandrától, ebből kell még sok, nem szabad, hogy elmenjen a lőkedve, azért ez egy jó lövés volt, csak éppen kapufa volt, egy kicsit ment feljebb, mint kellett volna. Szucsánszki lövését viszont Hasanics kivédte aztán. Igen. Ez sajnos nagyon szép, Stange. 4-2. Két lövésből van, két gólja. Tine Stangénak összesen 3 gólt szerzett eddig a teljes sorozatban. De hát nyilván, amikor teljes a keret, és amikor mindenki egészséges, azért kevesebb lehetőséget kap. Ezt pedig elveszik belemenés miatt. De sajnos eddig jól él az adott lehetőséggel. Nora Mörk leüti még. Ó, szikora! Jól van! Ez nagyon kellett ez a védés. Hát egyelőre a védekezésünk az, azt látom, hogy nagyon szét van esve. Az viszont befért, pedig penával szemben még szabálytalankodtak is. Nem nagyon sikerültek penának a lövései egy héttel ezelőtt a Rostov elleni hazai mérkőzésen, azért 4-ig így is eljutott, meg volt egy csomó góltérő átadása. Igen, de mint ahogy mondtad, a Larvik ellen viszont nagyon eredményes volt, és a hátán vitte a csapatot. Én bízom benne, hogy ez az élmény megmaradt, és itt is bátran fog vállalkozni. És eredményesen is. Megint Stange. 5-3. Egyelőre a védekezés nem nagyon akar klappolni. Pena belövi. Lesz még egy sárgalapos figyelmeztetés is. Az is nagyon kell, hogy Pena is minél hamarabb megtalálja a ritmust. Ez most úgy tűnik, hogy megtörtént. Igen, ez megvan szerintem. A támadó játékunkkal még nincs is olyan nagy probléma. A védekezésnek kellene összeállni, és tényleg ne a saját szembe lévő emberünkre koncentráljon mindenki, hanem próbáljanak besegíteni.
mint így is, ahogy egy kicsi falt elég volt ahhoz, hogy pontatlan legyen már az átadás. Az előbb Breivan kapta a sárgát, Nora Mörk. Sajnos egyelőre azt a területet nem tudjuk kontrollálni. Lőtt 3 gólt Nora Mörk, és lőtt 3-at Tine Stange. Annyit egészen könnyedén léphetett be oda, és került helyzetbe. Igen, sajnos egy befutóval teljesen szétszedik azáltal, hogy két beállóra futnak. Azáltal teljesen szétesik a védekezésünk. Viszont itt volt egy szép befejezés a Piritől. Egy remek támadás után. Bal szerencse. Groa Merseng. Az jó! Zácsik piszkált közbe. Szucsánszki. Lehet egyenlíteni. És az akkor is jó, hogyha felállt fal ellen sikerül az egyenlítés. Így van, nem kell, várjuk meg, jöjjenek be a cserék, álljunk föl, kezdjük el a támadó játékot. Nem kell elkapkodni a befejezéseket. Pena. Schatzl. Rohan Merseng lökte el Szamoránszkit. 9. perc, 6-5 a Larvik javára. Ott egy taszítás a Trafjord részéről is. Pena, Szucsánszki, szépen ki a szélre, Schatzl gól! Nagyon szép volt Szucsánszki zitáltal, hogy nem állt bele a faltba, hanem még próbálta kiemelni a kezét, és abból még kipasszolni szélre. Nagyon szép helyzetfelismerés volt. Nora Mörk. Solberg fut be a bal széről. Groha Merseng. Szabad dobás. Trafjord próbál pozíciót fogni, hogy labdát lehessen adni neki. De ez viszont a miénk. Igen, nagyon szép védekezés volt a Zácsik Szanitól. A futó ember előre elcsípte a labdát. Megy Breivang védekezni, megy Szamoránszki és Pena támadni. Szucsánszki. Átveheti a vezetést a Ferencváros. Zácsik, most a másik szél, Kovacsics. Úgy van. Tíz perc után 7-6 ide. Roa Merseng. Stange. Csak beverekedte magát. Gólövőkből látszik, hogy két ember van a Larvikban, akire figyelni kell. Stange, akivel lehet, hogy nem nagyon számolt annyira a Fradi, hogy ő a kezdőbe fog szerepelni. Tehát az ő játéka, az ő játéka, jó játékával nem nagyon számolt szerintem a Fradi. És hát Nora Mörk, tehát rájuk kellene a két lövő pozícióra kiélezni a védekezést. Szucsánszki. Azért ők ketten talán nem tudják megnyerni ezt a mérkőzést a Larviknak. Marad a labda a Ferencvárosnál. Szucsánszki. Elindul Schatzl. Szucsánszki. Kivédte Hasanić. Nora Mörk. 7-es. Igen, ha ő ilyen pozícióba kerül, akkor lábbal őt megtartani. Nem lehet. Annyira lent van a súlypontja is, tényleg annyira erős, jó cselező játékosról van szó, hogy ő... Ó, Sikora! Ez az. Pont ugye bent volt a harmadik félidőben, és mondtam neki, hogy őrüljön meg, mert a csapatnak arra van szüksége, amikor ő extázisban van hátul, és tudja hátulról tüzelni a többieket. Arra szerintem a védekezésnek szüksége van. Eddig jól teljesít. Pena! Talán volt egy pici lökés Szamoránszkival szemben. Solberg összeszedésbe lövi.
Igen, pont annyi lökés volt, hogy már nem tudta egy kézzel megfogni a labdát. És hát az ellentámadás az viszont igen életveszélyes, tehát hogyha indulni tudnak a Larviknak a szélsői, akkor ők mennek is, és ezeket a hibákat, ezeket kegyetlenül kihasználják. Az első gól a Larviknál, amit nem Nora Mörk vagy Tine Stange szerzett. Pena! Az igen! Mesteri lövés volt, teljesen váratlanul. Igen, hát ez nagyon magas színvonalon lövi Pena, tényleg annyira kiszámíthatatlan, hogy hova fogja lőni, és olyan ütembe, hogy nem lehet rá készülni, sem a védők, nem tudnak, sem a kapus. Úgy tűnik, kicsit vizes lett a labda. Nem gondolom, hogy a Vax zavarná Nora Mörköt, mert azt nagyon erőszeretettel alkalmazzák, és nagyon szeretik, tehát. Grohammer Seng. Szekeres irányítja a többieket. Mörk, Stange. Most helyet cserélt Grohammer Seng és Mörk. Az egy rossz passz, és ami, de lehet csapni a labdára. Kovacsit szerezte meg. Zácsik, Szucsánszki, Sacl, ez helyzet, és ez gól! Nem csak helyzet. És nagyon fontos, hogy minden ilyen hibáját a Larviknak, minden eladott labdát meg tudja büntetni a Fradi. Ez történt. Grohammer Seng. Nora Mörk. Igen, egy az egyben. Mészáros mellett lépett el. És már Szekeres sem érhetett oda. Időnként szemmel is nehéz követni azt a sebességet. Igen, semmi esély nincs ellene tényleg egy az egyezésnél, tehát vagy hetes lesz, vagy simán beviszi tényleg a védőjátékosokat, úgyhogy ő mindenképpen két emberes védekezés, tehát két embernek kell vele szembe lenni ahhoz, hogy meg tudják állítani. Kovacsics! Elengedték, aztán előveszik a sárgát. Igen. Nagyon nem vagyunk vele kisegítve. És közben láthattuk azt is, hogy Osnes Grassholt kilépett Penára egy emberfogással. Tine Stange a sárga lap. Budapesti mérkőzésen Price-től kezdett bal átlövő pozícióban. De csak egy gólt szerzett összesen. Grohammer Seng. 10-9 oda. Hát fordulatokban nincs hiány. Egy gól itt, egy gól ott. 16. perc. Pena. Zácsik. Hasanić, nincs indítás. Most azért nem mozgattuk meg eléggé a falat. Nem egy kijátszott helyzet volt. Ez viszont egy gyönyörű összjáték Nora Mörk és Grohammer Seng között. Mire utoljára 6-4-nél volt példa, megint két gól a Larvik előnye. Zácsik. Ott végig kell vinni, az szép volt. Hát, akár hetes is lehetett volna. Azt hiszem, Szucsánszki is így érezte abból a dinamikából, hogy fölpattant a földről. Igen. Nagyon nagy helyen volt egy az egyezése. Ezt ki kell használni. Szucsánszki, a szép. Hetes. Igen, szép volt, szerencsére nagyon nagy helyen egy az egybe hagyják Szucsánszki Zitát, és azért ő is jól cselező játékos, hogyha viszont belépett volna a szélső, akkor meg ki tudta volna rakni a szélre.
de... Szandra Toftot láttuk, a dán válogatott kapust, szekercés, ajjajjaj! Amennyire örültünk annak, hogy Nora Mörk 7 méteresét kivédte Szikora, legalább annyira bánatosak vagyunk most. Igen, Hasanics is bemutatott egy ilyet. Félmagasan lőtte Luca, úgyhogy nem volt olyan jól végkivitelezett lövés ez most. Nora Mörk. Ujjaj. Stangiének vannak elég komoly fájdalmai, áll az óra. Az imént a kispadon látott Szandra Toft egyébként sérülés miatt nem védett a budapesti mérkőzésen. Hú, ez egy elég kemény ütközés volt. Igen, Szucsánszkival. Nem tudom eldönteni, hogy milyen fáj ebből az ütközésből. Lehet, hogy úgy érzem maga az egész ütközés. De úgy tűnik a térdét, térde fölött lehet, hogy kapott egy medvepuszit. Harminc esztendős lesz ebben az esztendőben Tine Stange. Igen, és az azért várható, mivel hogy ő nem jutott olyan sok szerephez eddig, tehát olyan tehát meccshiánnyal küzd szerintem, tehát nagyon bízom benne, hogy el fog fáradni tényleg, akár már az első fél idő végére, és nem tud azért nekünk olyan sok fejtörést okozni, majd bízom benne. Ezáltal, hogy azért ő fáradékonyabb lesz, tehát... Stange. Szikora véd, de a kipattanó nincs meg sajnos. Kilenc, nyolc volt ide, és azóta hármat lőttek, és lőhetik a negyediket is, mert hetes. Mörk szeretett volna még egy két perces kiállítást is. Megint odaáll. Most nagyon bevarta oda a léc alá. Igen, kegyetlenül tényleg. 12-9 az eddigi legnagyobb különbség. Szikora feje mellett. 6 lövés, 5 gól. Szucsánszki. Csacl megy be a bal széről, Pena. Szamoránszkit rángatták meg. És talán most az elmúlt 4-5 percben nem volt meg a támadásoknak az a sebessége és az a ritmusa, amiből azért helyzetet lehetett volna teremteni. Igen, azáltal, hogy a Zácsik Szalinak ugye az átlövései nem úgy alakulnak, vagy hát olyan sokat nem is vállalt el, mert volt egy kapufája, meg egy jobb átlövőből talán egy elhamarkodott lövés, amit bevállalt. De nagyon kellene az, hogy azért kívülről is átlövésből is veszélyesek legyünk, ugye akkor nyílik meg a beállónak is nagyobb hely, és az egyelőre még azért vállalt magára. Zácsik, Pena, Szucsánszki. Megint egy kapufa, de a kipattanó Zácsiknál landol, Pena! Zácsik, fogjuk meg, Kovacsics megtette, Szucsánszki, most a passzív, Hasanics véd. Sajnos ezekkel a lövésekkel nem nagyon van keresnivalónk. Szolberg, 13-9. Gondolom, hogy időkérés lesz. Az igen. Öt nullás sorozatban a Larvik. Magadban átmész a tulajdon, azt lövöd, ide hajolsz, azt lövöd, érted? És következetesen ragaszkodsz hozzá, ragaszkodsz hozzá. Gyerekek, szórakozzuk el a helyzeteket elől, nem megyünk oda, állandóan valami, tehát csak a sablont keresed. Egyszer elindultál kifelé, érted, azon a helyzeted volt.
Szali cserél a Dodóval támadásra. Jó, Piri bemarad védekezésbe, okay. Kettesbe. Oké? Okay? Gyerekek, ne fussanak már át rajtunk. Hát ezt beszéltük meg, érted? Az Istennek nem érsz oda, mert folyamatosan csak rohangálunk utánuk. Gyorsabban jöjjünk vissza, és elő pedig játsz végig, játsz végig, játsz végig. Gyertő Áron! Fradi! Tidlig nok i de, så ikke vi får lov til å stoppe opp foran og gjøre bevegelsen. Det bra, bare fortsette å være like tette. Og som vi skriker her, hjelp hverandre når du må. For det Stusse foran dere, for å ta ned armene, så skyter du rett over. Men det også... Og litt av din empågjort. Ja. Vi har Norvik i spaden her, eller hans ing. Det litt av hangvitt, det blir sånn litt i spil. Vi legger sånn ikke der i løn. Båttmåst er ingen dette, ikke så la seg ellers. Så er det slett ikke kjønner. Så er det bedre nå, Tine, hvis du går langt, at Nora holder litt og kommer rundt. Hun testet at det var ikke jeg, hvor jeg gjør til meg vårt. Akkur en masik holde noe med på det slitt, sier. Bort på den andre treen. Se hva de gjør da. Gøy. Det passer nå! Satsel. Hornyák van bent tehát támadásban. Hetes. Belővédekezés miatt. Igen, remélem, hogy Hornyák Dóra jól száll be, jól szokott beszállni a mérkőzésekbe. Most is ez egy jó megmozdulás, hogy ott egy-ez egybe bevállalta kifele, és ugye hetes lett belőle. Most viszont jön megint Huca. Szekercés. Szépen megmozgatta Hasanicsot, jól van. Fontos gól. És most Breivang van bent. Ruha Merszeng nélkül, tehát a Larvik. Cikora ebbe is beleért. Osnes Grászholt. Pena, jó! Penában lehet bízni, a negyediket lőtte. Hibátlanul. Idegenben ugye nincs még pontja itt a középdöntő csoportban a Ferencvárosnak. Rostovtól két góllal, a Nagybányától pedig 8-al kapott ki a Fradi idegenben. Breivang! Ezzel egyelőre nem tudunk mit kezdeni, ráadásul Noramer gólja mellett még egy két perces kiállítás is lesz. Igen, csak egyértelmű, hogy mindig befele megy Nóra Mörk, és oda a hármasból kellene odalépni, lezárni az útját. Csak annyi kellene, hogy lezárjuk, elé álljunk, mert akkor onnantól már belénk jön, meg faltolunk. Ez lenne pedig az ellenszár, hogy kapna segítséget onnét a Szucsánszki Zita. Gyakorlatilag a góljaik nagy részét azon a sablon szerint érik el. Pena! Zácsik, Hornyák, Sacslö ment be birkózni, Hasanics. Egyszer szerepelt a norvég válogatottban is, de a legutóbbi világbajnokságon már montenegróiakat erősítette. Igen, és hát itt egy kis Hornyák Dóra korán lőtte, szerintem a labdát lehetett volna még egy kicsit felállt fel ellen játszani. Mörk, jó passz a szélre. 16-11, Solberg. Most azért baj van, mert egyelőre úgy néz ki, hogy az időkérés után sincs változás a játékban. Persze így nem könnyű, hogy ember hátrányba került a Ferencváros. Zácsik. Hornyák. Pena. Hornyák, gól! Hú, de kellett ez! Hornyák első gólja. Ember hátrányos gól. Igen, és ebből is látszik, hogy a helyzetek azok megvannak, tehát a védekezésünket kellene összerakni, mert a támadásban megvannak a helyzetek, és azért rendre jól tudjuk befejezni. Mörk gól passz Breivangnak.
Breivan kétszeres olimpiai bajnok. Többek között. Tapjornak ugyanúgy két olimpiai aranyérme van. De tele vannak világ és Európa bajnokokkal. Zácsik. Kiegészült a Fradi. Pená. Szép! 5-ből 5. Penán nem múlik semmi. És időt kérnek a norvégok. Fem og halvt inn her nå. Det er Merke, Sanna, Beck med Penia. Sanna, Merke, Beck med Penia. Inn mot pause her nå. Okay? Og så opp med tempo i det vi driver med her igjen nå. Så går vi av de folka her. Kan vi kjøre det etter igjen nå? Ja, det kan vi gjøre. Hát lecsúsztak a faltok, lekésnek a faltok, totyorgunk és megyünk utánuk. De próbáljuk meg, akkor lépjünk vissza, tömörítsünk, jó? Akkor lőjenek át, csáncoljuk be őket, de akkor betörés nincsen, jó? Mész egymás felé, segítesz, jó? Csak egy kicsit több élettel már ott, tehát olyan késre reagálunk mindenre. Elől nincs baj, hát lőtt egy 13 gólt, az tök jó. Csak ne kapjunk már 17-et, jó? Egyértelmű volt, és jogos is a váltás a védekezésben, hogy egy kicsit zártabbra helyezték a hatos falat, és az a cél, hogy ne inkább átlövésből, és az lenne a cél, hogy ezeket most a zártabb hatos falnál kivédekezni, hogy beálló volna legyenek eredményesek. Sajnos eddig ez nem sikerült most. Merk, és a befejező ember pedig Frappjord. Nem nagyon volt olyan gólja a Larviknak, amiben Mörk ne játszott volna valamilyen szerepet. Hornyák! Azt nem engedhették el. Pena! Kapott egy pofont! Kikapja a két perces kiállítást. Szerintem Frappjord. Igen. No, és hátra ez a két perc. Igen, hát remélem, hogy rendezni tudjuk a sorokat tényleg, hogy nem kapunk egyáltalán gólt, és jó lenne kettőt is lőni adott esetben, és akkor egy kicsit faragnánk az eredményen, és közelebb kerülnénk a Larvikhoz. Pena! Nagyon lábhoz ment Hornyáknak, de összeszedte és bevarta. No hát ennél gyorsabban nehéz emberelőnyt kihasználni. Hornyák második góljával 18-14. Most gyorsan ki kell védekezni, és akkor még egy gólt lőni legalább. Mörk. Most Mészáros és Hornyák. A 2-3-as védő. Stange. Az ötödik gólja. Pena. 19-14, ez volt a félidei eredmény a Ferencváros javára Budapesten. Sajnos egy elrontott támadás. Szikora pedig a padon. Tomáševiccsel a folytatásban a Fradi. Mörk. Breivang. Stange. Mörk és Mészáros. Mészáros lekapta most a norvégot. Stange. Breivang. Nora Mörk. Sajnos amit akar, azt csinál. 8 lövés, 7 gól. 20-14. Hát
nem jól alakulnak a dolgaink. Zácsik. Pena. 7 méteres. Pena mellé kéne még társ. Igen. Hát Hornyák Dóra jó cserének tűnt, ugye ott volt egy 7 méteres kiharcolása, egy jó befejezés, de többiek nem nagyon tudnak felnőni. És szerintem nem is a támadó játékunkkal van a probléma, hanem a védekezés egyértelműen, és az, hogy Nóra Mőrkel nem tudunk mit kezdeni a mai találkozón eddig. Szekercés. Gól. Plusz 15. A 15 lőtt góllal szerintem semmilyen probléma nincsen, a 20 kapottal már annál inkább. Ez is 7-es. Mörk és Tomášević, Tomášević kivédi! Mörk második kihagyott hetese, és akkor van még egy percünk, hogy valamit szépítsünk ezen az eredményen. Sacl, Zácsik! Semmi. Breivang, Gruhammerseng. Most tudnak cserélni. Volt, igen. De még van fél perc. Hornyák. A legtöbb gól, amit az első fél időben kapott a Fradi, az 16 volt a Nagybánya ellen ebben a BL sorozatban. Ez most annál is több, 4-jel. Zácsik. Ketten döntötték föl. Két perc Breivangnak. Ja, Breivang nem a finom védő mozdulatairól híres. Nem, de annyira talán nem is volt vészes ez. Szucsánszki. Nagyon kéne egy gól a félidő végére. Nincs. Nincs, és ez azt jelenti, hogy 30 perc után a Larvik 20-15-re vezet az FTC Real Cargo Hungária ellen. 9-8-ra még a Fradi vezetett, és aztán jött egy 5-0-ás norvég széria. Ott átvették az irányítást, és sajnos növelni is tudták az előnyüket. Úgyhogy 20-15. És mindjárt megbeszéljük a stúdióban, hogy mi is történt eddig. Egyelőre még a szünet perceit éljük. 20-15-re vezet a Larvik az FTC Real Cargo Hungária ellen 30 perc után. És hát csak elképzelni tudjuk, hogy milyen lehetett az öltözői hangulat az elmúlt percekben. Biztos vagyok benne, hogy Gábor a védekezésre éleszte ki a beszédét a fél időben, mert tényleg a védekezéssel vannak komolyabb problémák. Az látszik, ami még fontos, hogy az ellenfelek is készülnek a Ferencváros védekezésére, és ez egyértelmű, és azáltal, hogy a ketteseket fölviszik, egy befutóval, egy irányító befutóval, egy beállónak a kettes mögé helyezkedésével már iszonyú problémák keletkeznek a védekezésben, szétszakadt teljes
mértékben a védekezés, mivel a kettesek fent vannak, a hármas védőnek el kell kísérni a kettes mögé a beállót, és azáltal szétcsúszik teljesen a védekezés. Tehát én nagyon remélem, hogy maradunk a zárt nap hatos falnál, megnézzük, hogy a második fél időben a lövők mire képesek. Egyértelmű, hogy azért velük is találkozni kell, tehát a hatoson nem lehet állni, nem sáncolgatni kell, hanem inkább én a befele érkező lövőket a hármasokkal fogadtatnám, és ő neki kellene egy kicsit feljebb lépni, kiérkezni, lövőkézzel ütközni. És ugye két dolog nagyon fontos. Az egyik, hogy azért ne úgy alakuljon a második félidő, és ne olyan legyen a végjáték, mint a nagybányai mérkőzésen volt. Azt gondolom, hogy ez sok szempontból lényeges. A másik pedig az, hogy ha esetleg úgy alakul, hogy nem lehet megfordítani ezt a mérkőzést, akkor valahogy legalább ugye az itthoni három gólon belül kellene maradni. Majd meglátjuk, hogy mit hoz ez a második fél idő. Én azt gondolom, hogy nem lehetetlen. Tényleg egy kulcskérdés van, ami ugye tudtuk is, hogy az lesz Nora Mörknek a semlegesítés, amiről már beszéltünk ugye egész mérkőzés alatt. Tehát neki nem szabadna olyan nagy teret hagyni befele, mert tényleg életveszélyes, amit tud művelni, és azt gondolom, hogy ott is be kellene segíteni, hogyha ő egy kicsit túl kerül már befele, inkább jelen pillanatban, amit ma láttunk az első fél időben, inkább befele jön nagy lendülettel, tehát ott kellene besegíteni az ő semlegesítésére. Megérkeztek a játékvezetők is, és akkor valóban hamarosan kezdődhet a második fél idő. És hát azért, hogy ne legyen olyan jó az érzésünk, még a 20-15 mellé, ők is kezdik a második játékrészt ráadásul. Egyszer volt 6 gól, itt a fél idő közvetlen végjátékában 20-14-nél, az volt az eddigi legnagyobb különbség. És hát tulajdonképpen leszámítva egy rövid periódust az első fél időben, amikor ugye 7-6-ra, illetve aztán 9-8-ra vezetett a Fradi, végig a Larvik akarata érvényesült. Igen, de viszont ami lehet, hogy öröm lehet, bár eddig nem jól jöttünk ki ebből sem, mert ember hátrányba is sikerült gólt lőniük, de ember hátrányba, tehát öten fognak csak támadni. Breivangnak van ugyanis egy kiállítása, ami áthúzódott ide a második fél időre. Hasanić marad a Larvik kapujában. Nagyon nincs okuk arra, hogy változtassanak, mert nem védett rosszul. Hozzátéve, hogy azért olyan emberfeletti bravúrokat nem kellett Hasanićnak bemutatnia. Mörk 7 góllal viszi a prímet. Stange 5-tel, Pena ugyancsak 5-tel, és Penának emlékeim szerint nincs rossz kísérlete, nincs rossz lövése az első fél idő után. Mögé kellene még, hogy zárkozzanak a többiek, és ami a kulcskérdés, amiről beszéltünk, a védekezés és a védőmunka hatékonyabbá tétele. Szóval ember hátrányban a Larvik, így kezdődik a második fél idő. Ebben a pillanatban Stange. És való igaz, hogy utóbbi időben ő azért kevesebb lehetőséget kapott itt a Larvikban, de hát Stangenak is van Európa-bajnoki címe a norvégokkal. Járt világbajnokságon is a norvég válogatottal. Rohamerseng. Stange. Mörk. Rohamerseng. Maradt Tomášević a Fradi kapujában, ugye az utolsó 5 perce érkezett az első fél időben. Mörk. Stange. Zácsik állította meg. Mörk. Stange. Hetes. Kicsit olyan helyzet.
helyzet volt, mintha ők játszottak volna emberelőnyben. Igen, sajnos nem tolottunk megfelelően, és Szaninak ilyenkor a kifele irányra kellene ügyelni, és befele kap segítséget a hármas védőtől, tehát ez nem sikerült. Molit lövi az újabb hetest. 15. Molitot eddig még nem láttuk. Most a büntetőre szállt be. Mellestek Molit is kétszeres világbajnok már. Bajnokságon elsősorban védekezésben volt pályán a norvégoknál. Zácsik! Csánszki. Zácsik. Pena. Semmi. És így aztán nem is tudtunk mit kezdeni az ember előnnyel. Ezekért a labdákért nagyon kár, mert a helyzet az ott volt tényleg, csak valamiért nem nagyon tudta Csánszki Zita megfogni a labdát, vagy nem számított rá. Penna lép ki, Nora Mörk elé, Stange. Az a miénk lehet, úgy van, Lukács. Zácsik. Keres fut be. Pena! Rendezni kell a sorokat, úgyhogy... Most a csere. Csere, igen. Pena! Zácsik! Freivang! Tomášević indít, jól, Lukács helyzetben, gól! Az egy nagyon jó indítás volt. Jó volt Tomáševićtől, hogy elmerte indítani, gyorsan elvégezte és elmerte indítani. Kellenek ezek a gyors gólok is, hogy föl tudjon zárkozni a csapat. Stange. És hát ez a váltás a védekezésben. Ez hoz valamiféle eredményt. Így. Sanna Solberg. Hibátlanul lőtt 4 gólt. Pena. Kornyák érkezett, és nincs Zácsik a Fradiba most. Aszalics véd. Indul Solberg. Ah! Oh, Tomášević! Nagyon fontos védés. Nagyon fontos, igen, nagyon és jó a bejátszás is. 7 méteres fújta. Szekercés Hasanić ellen. Gól. Szekercés Luca 4. gólja. Eltelik 5 perc a második félidőből, közelebb kerülni nem sikerült. Tehát ha pozitívan akarjuk ezt megközelíteni, a különbség sem lett nagyobb. Mörk, Stange, hát. Breivang, arra figyeljünk, hogy ne legyen 2 perc, igen, de az nem baj, hogyha egy keménység. Ezek kellenek, ezek a megállító faltok, tehát ezekkel nincsen probléma, csak tényleg legyünk türelmesek, és ha kell, akkor 3-4-szer legyen meg ez a megállító falt. Mörk, szép, Tomášević.
hát újabb támadást kezdhetnek. Stange. Hosnes Grászholt. Stange a szaggatottról, Szekeres sáncolt nagyszerűen. Jó, és kellene menni gyors lerohanásba, lemaradt az ember. Szucsánszki, Hornyák. Nagyon nagy kár érte, ott volt üresen a szélső. Nora Mörk viszont megszerzi a 8. gólját. Pena. Nem akar egyelőre összeállni a dolog, de nem bizony. Roa Merseng. Stange. Hetes és kiállítás. Szekeres. Újra Molid. Szóval 4-17, először 7 gól. Nagyon jó hetes volt. Már nekik. Igen, sajnos nekik. Hornyák. Satzl és ember hátrány. Még ráadásul. Pena. Hornyák. Passzívnál kell valamit csinálni. Lőni egy gólt, Hornyák! Háromból három. Ebből kellene még sok gól. Anya Edin a pályán. Anya Merseng Edin. Az a miénk. Satzl lopta el. Hornyák, Szucsánszki. Pena. Szucsánszki. Pena. Fönt volt a levegőben, úgy löktek rajta egy nagyot. Hornyák. Az érzésem időnként azért nem azonos a mérce. Nem ezért ekkora a különbség, azt is hozzátehetjük. Nem ezért sajnos, igen. Tény is való, hogy norvégok azért keményen védekeznek tényleg, és bele-bele faltolgatnak. Meg van a kipattanó. Szamoránszki, bravo. Pena. Haszanics védett, Pena összeszedte. Hornyák. Szucsánszki. Az nagyon nagy passz Penától. Satzl. Hú, mennyit kell támadni ezért a 19. gólért. Hát igen, nagyon. Egyszerűen folyamatosan a lába közép próbálunk a kapusnak lőni, és hát összezár. És alsó, talán fölsőbe több esély lenne. Solberg. Groa Merseng. Hát
tényleg fontos lenne, hogy ne álljon meg a csapat, és annak ellenére, hogy akadozik tényleg a védekezés, a támadásban is hibák vannak, azért faragjanak a lányok az eredményből, mert az fontos lenne, hogy minél kevesebb legyen közt a végén. Mörk, hogy szlalomozott oda be? Igen, egy teljesen más ritmusban van ő, mint az összes többi játékos, tehát hihetetlen, hogy fel tud gyorsulni, és hogy tud befejezni, milyen lendülettel. A 9. gólját lőtte. És ez sajnos mind akció volt. Eladott, aztán egy visszaszerzett labda. Lukács előtt a helyzet. 25-19. És egy 2 perces kiállítás Frappiordnak. Másodszor. Itt van, hogy Szucsánszki lefüleli. És jó volt ez az átadás Lukácsnak. Edin. Szekeres. Mörk. Edin. Szekeres rángatta meg. Figyelni, nehogy 2 perc legyen. Mörk. Edin. Breivang. Ajaj. Solberg. És ha jól láttam, bal kézzel dobta be. Ember hátrányban dobnak ilyen gólt. Igen, sajnos ez ami elkeserítő, meg szép! Ilyen Lukács. Gólokat kapni nem jó érzés sem. Elég nem van, hogy záró tud lenni. Hallhatjuk a ferencvárosi szurkolók hangját ott a csarnokban. Az előbb a hajrá, Fradi, aztán a mindent bele. Valóban bal kézzel. Csavilla. Duplán, triplán fáj. Az viszont ferencvárosi labda lesz. És vissza lehet állítani az 5 gólt, ami ugye a fél időben volt. Ez is csak szabad dobás. Hornyák. Szekercés. Szép, szép, szép. Szamoránszki. 26-21. 24-17 után 4 gólt lőtt a Fradi, és csak 2-t a Larvik. Igen, most kellene egy jó széria, tényleg 6-6-ban is kellenének a megállító faltok. Tomasevics most leszette Mörk lövését. Igen, és ha azt vesszük, hogy 13,5 perc alatt most csak 6 gólt kapott a Ferencváros. Szép! Szekercés! Időt kérnek a norvégok, 26-22. Szóval talán vannak életjelek a védekezésben. Igen, védekezésben és támadásban is úgy gondolom, hogy Szekercés beállítása az egy jó húzás lehet, ha Lucza bátran felvállalja a helyzeteket, mert lőni lehet, azt gondolom. Och så vi satsa i det rummet som vi fick folk i obalans sista. Vi ska gettra den spillen som ligger en meter eller to framme, inn og plage de der inne. Och så må alla andra vara klara till att löpe. Ok? Så vi, vad säger du? Nej, men hvis det jukser här så är det ingen här. Där är det ingen, rätt upp. Ja. Men först så prövs det här så kom fri och sen klar rätt på. Ja.
Men det handlar om rätt på igen. Dere byter tillbaka. Anne och Tina. A Mörk felé, hogyha elszabadul, azonnal tömörítünk, jó a Mörknél. Oké? Okay? Nagyon-nagyon fontos, gyerekek, hogy most van egy olyan pont, amikor nem szabad gólt kapni, jó? Szépen próbálj meg visszalépni háromra, aztán kettőre. Oké? Okay? Gyerünk, menjünk! Kettő-három! Fradi! Stange! Előtt Szucsánszki, mert most megkapja a labdát. Mészáros nyúlt oda. De be lehet, hogy több volt a színészet. Stange. Sánc. Ismét. Hornyákkal találkozott. Breivang. Őt Mészáros fogja meg. Mörk. Megint megpróbálta eladni, hogy hátha lesz egy két perc belőle, de nem lett. Mörknek állnak össze. Bevágta. Amikor már úgy nézett ki, hogy talán van esély kivérekezni. Hát igen, passzív is volt. Nagyon kicsi múlott, ez egy kicsit a kapusé is volt, úgy érzem, ilyenkor hosszú próbálják sáncolni, a vissza az a kapusé. Hornyák, beleblokkolnak. Az utolsó negyed óra. De mindegy, nem baj a kapott gól, csak most muszáj lőni. Igen. Szekercés. Szucsánszki, szekercés. Lehetett volna adni a szélre. Hornyák. Szekercés, fél hogy előbb-utóbb passzív lesz. Csánszki lövését kivédte Hasanics. Igen, hát az ő lövéseit egyértelműen olvassa a kapus. Nem is a legjobbak, mert tényleg hát ez már fölsőre ment jobban. De egyértelműen őt érzi, és minden lövését fogja. Stange. Reivang előtt sikerült összezárni. Mörk. Visszakapja. Csánszki ütközik vele. Most úgy néz ki, hogy megint meg lehet a védekezés. Mörk ellövi. Tonya Larsent látjuk. Kispadon a norvég a korábbi klasszisát. Várhatóan Pena érkezik, igen, irányítóba. Szamoránszki. Szekercés. Hornyák. Sacl. Mi lesz ebből? Pena. Egy jó passz a szélre. Lukács. Abból a szempontból bejött a norvégoknak az időkérés, hogy azóta nem lőtt gólt a Fradi. Hát igen, de ez is egy nagyszerű helyzet volt, tényleg nagyon jó szöget alakított ki Pena a Lukácsnak, és sajnos a lövés az nagyobb mellé ment. Breivang, ez is bent van. 28-22, Osztes Grászholt. Az a baj, hogy ez most már egy olyan állás, amelynél egész egyszerűen nem nagyon lehet hibázni. Hát igen. Pena. Mert amíg hátra van egy teljes félidő, vagy amíg hátra van
18-20 perc, addig mondhatja az ember, hogy persze, hát van még idő, de ez már a 19. perc a második félidőben. Elek Gábor időt kért. És az végre, vagy az van sajnos, hogy nem érünk a helyzetet. Kaptál két olyan gólt, érted, és ott lennél a nyakukon, hogyha az nincsen. Tehát az lenne a fontos, hogy ezeket a gólokat ne kapjuk már, meg ugye a kínait, meg a passzívnál. Most is iszonyat kis szögből, érted, valahogy érjünk már ki oda. Valahogy érjünk már ki oda. Hát tudod, hogy középre azért valamit hoznak a kacsájuk, érted, de széléről most semmit, úgyhogy akkor ne legyen beugró ember, jó? Vagy nyúljunk bele a kipattintásokba. Kicsit fordulj be, hogy ne tudja teljesen közel beugrani vele, jó? Támadó játékba játsszál, csináljuk meg a helycserét, és ott csináljuk meg a bal kettes védőn az egyegyezés nere, jó? Te elfáradtál, szóljál, jó? Szóljál. És ugye a mörköt szabadítják sima kettesből, zárással, kerüljük ki. Hogy ne add föl, menjél, és védekezzél hátul rendesen, gyerünk! 2-3! Freddy! Som en variasjon der, hvis vi får lov å starte en gang til hvor du kommer inn i midten der, Nora, og får ballen, så vil jeg ha et kryss. Et kryss. Et breit kryss. Ja, at Nora kommer med skeiva si her og drar inn og satt opp Tine. Ok? Det er det. Ja, ja, men det er fordi at vi får lov til å jobbe. Vi får til 1-2-3 skit. Ja. Sekertsis, Musai går til Luni. Ja. Er det greit? Kan vi stå på det? Nå er vi veldig konkrete på de tingene. Lukas. Ja. Her borte, hvis hun skeiva er på banen, så må vi klare hun her borte, og så må de andre få hjelp til det de skal med det som skjer her. Hornyák, Szamolánszky kérni. Sajnos nagyon olvasható volt Hornyák szándéka. Roa Merseng, Stange. Hatodik gólja, ebből az első, amit a második félidőben szerzett. És visszaáll a 7 gól. 26-22 után, 29-22. Hát igen, azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem az a mérkőzés lesz, ahol a Fradi föl fog nagyon zárkozni, egyszerűen nem tudnak élni a... Pena igen, még lövi és próbálkozik, de többiek sajnos azt kell mondjam, hogy nem tudnak nagyon felnőni hozzá feladatban, és nincs az a zártütő erő, vagy nem érzem azt a zártütő erőt a csapaton, amivel azt tudnám mondani, hogy látok reményt arra, hogy mondjuk 2-3 legyen csak a végén közte. Tomásevics véd, Osztesz Grászholt labdáját. Szekercés. Ja, kéne egy extra 10 perc. És akkor talán szorossá lehet tenni a végjátékot. Másképp nem nagyon. Hornyák. Pena. Hát ő nagyon nagyot játszik. Igen, és hát ő olyan egyszerűnek tűnik, ahogy ő ezeket az átlövéseket is lövi. Tehát nem tűnik olyan bonyolultnak, de mégse áll össze valahogy a gépezet, és a többiek valahogy nem eredményesek. Roa Merseng, Stange. Hát léptünk az utolsó 10 percbe. Stange ugyanaz. Tizenhetet lőtt Mörk és Stange együtt. A 30-ból. Szamoránszky. Mörk ritmus váltása. Hozzá is fért a labdához. Most állítják meg az órát, mert törölni kell. Csak a képernyőn futott.
Stange, Roa Merzeng, Stange, Leaszére, Solberg. Igen, és hát Solbergnek is a hatodik gólja. Hát azért látszik azért, hogy a Stange és Solberg is azért sok csatát megélt, jó játékosokról beszélünk, tehát azt hozzá kell tenni, hogy azért ez a régi volt, régi norvég válogatott és a mostani norvég válogatottnak az egyvelege ugye ez a Larvik, és most nagyon szépen játszanak hazai pályán, és azt gondolom, hogy a Fradi viszont alul teljesít, a tudása alatt teljesít ezen a mérkőzésen. Osnes Grászolt most a másik szél dolgozott. Mörk föllép Penára. Kevesebb, mint 8 perc. Szekercés. Megy. Sanna Solbergnek ebben a szezonban 4 gól volt a legtöbb, amit Bajnokok Ligája mérkőzésen szerzett. Hazai pályán a Nagybánya ellen, és hazai pályán a Thüringer ellen. Most 6-ot lőtt már. Stange. Roa Merzeng. Hetes és kiállítás. Ma a szemét vizsgálják Nora Mörtnek. És a helyzet az, hogy 32 gólnál többet nem kapott még a Fradi ebben a BL sorozatban. Most jön Molid, belőheti a 33-at, és aztán lesz még 7 perc hátra. Mind a 3 hetesét góra váltotta. 33-25. Most már 8 gól a legnagyobb különbség. 26-22-ről. Ott kértek időt a norvégok, és onnan lett 33-25. Szekercés. És azért, hogy mennyire más minden mérkőzés. Hornyák. És az persze egy dolog, hogy mi történt Budapesten a két csapat között, de hogy a Larvik hogyan tudott a Flöritől hazai pályán simán 5 góllal kikapni, ez is egy rejtély. Lukács megtalálta a rövid sarkot. A mai mérkőzésen azért összeálltak. Lehet, hogy még úgymond a Kurtovicsnak és a Teambertnek a sérülése is itt felhozta a másik két szélsőt, hogy neki kell itt végigjátszani és végig teljesítenie. És hát élnek a lehetőséggel egyértelműen. És igen, Stangével nagyon úgy néz ki, hogy nem nagyon számolt a csapat, mert hogy őt egyáltalán nem tudjuk tartani, és nem is volt abban igazam, hogy már kevesebbet játszott, biztos elfárad, hát fáradhatatlan és jó játékot nyújtott. És hát az a baj, hogy ez most megint egy olyan lövőhelyzet volt, mintha edzésen csinálta volna. Hát igen, a védekezés az egyértelműen egész mérkőzésen keresztül nem állt össze most. Sajnos már meccsek óta ez jellemző a csapatra, hogy nem olyan a védekezés, mint amit mondjuk novemberben láttunk a csapattól. És nem az a csapat van a pályán, akit láttunk. Most ez minek köszönhető, hogy egy kicsit belefáradtak, azért azt hozzá kell tenni, hogy a magyar bajnokságban is ugye éres meccseket játszik a csapat, magyar kupa mérkőzések is voltak. A Siófok is egy nagyon jó ellenfél, tehát ki is vesz a csapatból adott esetben ez a hétköznapi mérkőzés még, és folyamatosan élesnek kell lenni. Bele tud fáradni a sorozat terhelésből a csapat.
Stange. Ezek az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ha a Ferencváros vereséget szenved, és nem sikerül hármon belülre jönni, amire most már azért sajnos jó esély van, még akkor is meg lehet a második hely a csoportban. Viszont ahhoz már nem elég megnyerni a Nagybánya elleni mérkőzést, az az is kell, hogy a Lárvik kikapjon a Flöri otthonában. És ami még azért baj, visszaemlékezve a nagybányai mérkőzésre, szóval egy hét múlva az egy borzasztó nehéz csata lesz. Nagyon nagy csata, igen, nagyon nehéz csata lesz, és azt gondolom, hogy a Lárviknak könnyebb dolga lesz a Flörinél, ahogy a mai meccset látva a Flöri milyen teljesítményt nyújtott, tehát ha összevetem most ezt a Lárvikot és azt a Flörit, akkor azt mondom, hogy nagy kérdés, hogy vajon mit művelt itt a Flöri, hogy ennyivel tudott nyerni. Hát értetlenül állunk, ebből látszik, hogy minden mérkőzés más, tehát ez a Lárvik is egy nagyon jó csapat, aki nagyon összetudja magát szedni egy-egy meccsre, és nagyon jó teljesítményt tud nyújtani, mint ahogy ezt a mai mérkőzésen is látjuk tőlük. Ez most szép játék, és a támadás végén Szamoránszki a negyedik gólját szerzi. De hát sajnos ezek a gólok, ezek arra elegendőek, hogy hatra módosuljon az állás és a különbség. Stange. Borzasztó sok ez a 35 kapott gól. 3 perc még hátra is van. Igen, hát ez egyértelmű annak a hozadéka, hogy az első perctől kezdve a védekezés az nem állt össze, és egyszerűen nem tudott egységes lenni, és ennek köszönhető, hogy ilyen sok gólt kaptak. Azt gondolom, hogy azért a kapuban is, de ez mindig a kettő összefügg, tehát ha nem jó a védekezés, a kapusoknak is sokkal rosszabb, vagy nehezebb dolga van. Sac labdája bepattan a kapufáról. És inkább bravúrokat látunk a kapusoktól, nem egy ilyen magabiztos határozott védéseket. Stange. Kicsit hasonlít a budapesti mérkőzésed egyébként, mert ott ugye a Fradi dominált végig, ott is volt egy időszak a második félidőben, amikor azért a Lárvik egy picit szorosabbá tudta tenni az eredményt. Ott is volt 8 gól, itt is volt 8 gól. Elek Gábor időt kér még. Ugye ide, még mindig nem mindegy, hogy mennyi van közte, jó? De mindig nem mindegy, hogy mennyi van közte. Egyértelmű volt a Hammerzeng azért, hogy emeljen. Tornítottam is, csak már késő volt. Jó? Ugye ide, gólt kell lőni, mindenképpen gólt kell lőni. Most a nevét fogják, úgyhogy csináljuk meg a Piri felléptetését, menjen, járassuk meg. Mindegy, csak legyen türelmed egy picit játszani vele. Zicserig lejátszuk. És utána nincs több gól, jó? Kapott gól, nincs több. Gyerünk. Det er greia nå. Det er de siste 1.40. Nå har vi innbyrdens inne. Så bare alle er klar over at den var på 4. Men når vi har frimerket her nå, så er det som Nora sier, litt lengre bevegelser. Gå tilbake, kjør en med, slåss litt med det. Se om vi kan få sperra på plass her borte. Og så, hvis vi skal stå på den satsen vi har gjort nå, så ønsker jeg meg en gang nå, linjespiller, her. Og nå prøv å trekke så breit som mulig, Gro. Og så setter vi fart på den sperra. Riktig. Er vi med på det? Enda lengre under. Ett pers, det er jo et bæsjert pers. Der er en sperra. Skal vi ha merke? Vi står. Vi begynner med denne. Vi står med merke. Jenter, vi begynner med denne, og så er det en mer. Hvis vi skal ha mer. Időkérés után egy ilyen támadás. Igen, az elgondolás nem volt rossz, mert ott volt a Piri helyzetben, csak bele tudtak nyúlni a palcba.
Hammerseng. Stange emlegetni fogja ezt a mérkőzést egy darabig. Lőtt 9 gólt. 9-en, 12-ből. Szamoránszki, neki az ötödik. Utolsó perc. Nagyon nagy kérdés, hogy egy hét alatt mit lehet ezzel a védekezéssel csinálni majd. Természetesen még időt kér Torodvár Moen. Akarnak még egy csattanót a végére a norvégok. Det är akkurat det vi gör. Är alla klara på den då? Helt ned som vanlig ener. Helt ned. Helt ned till Jenny. Okej? Okay. Ett angrepp då! Balle, köra, spela ut sidan. Kom igen! Vegyek ki a stangét abban a pillanatban, jó? De kapjon segítséget, ha befelé eljött, kapjon segítséget. Oké? Okay? Inkább adjuk fel akkor a jobb szélét, de kapjon segítséget mindenképpen a vicca, jó? Na, ne kapjál már szépen! 2-3! Freddy! Huszonhét másodperc maradt. Ettől is eltekintenénk már szívesen. Stange. Solberger indul a szélről. Most ők is elbénázták. Tíz másodperc. Elindultunk lefelé cserélni, hát erre nem nagyon van idő. Bena. Most van vége. És ők érthetően boldogok, mert jól játszottak, végiguralták a mérkőzést. És tulajdonképpen a félidő, az első félidő derekától kezdve nem is nagyon forgott veszélyben a győzelmük. Hát igen, egyértelmű volt, hogy végiguralták a meccset, és nagyon jól játszottak. Tényleg azt kell mondjam, hogy náluk egy kicsit többen hozzá tudtak tenni ez a mai mérkőzéshez, mint a Fradinál, és ez meghatározta, azt gondolom, hogy az első félidőben Nora Mörköt nem tudtuk semlegesíteni, a második félidőben talán ez már egy kicsit sikerült, de hát ott volt Stange, ott volt Solberg, és Hammerseng is a maga rutinjával, azt gondolom, hogy igazolta, hogy azért ők a világ egyik legjobb játékosai voltak, meg a világ egyik legjobb játékosai. Ben a 7 góllal szállt ki a meccsből, tulajdonképpen nem rajta múlott. És ugye a norvégok ráadásul azért a második félidőt is megnyerték végül 17-16-ra, ott 26-22-nél felcsillant valami kis remény. Hasanicsnek adják kis külön díjat. Hiába lőtt 10-et Mörk, hiába lőtt 9-et Stange, 6-ot Solberg. Hát ez volt, kedves nézők, a Larvik FTC Real Cargo Hungária mérkőzés 37-31-es norvég sikerrel. Mi ezekkel a képekkel búcsúzunk, jön majd a további értékelés a stúdióból.